A Bücsi néptánc csoport következik. A csoport az ifjúsági klub keretében indult el 1994-ben, azóta folyamatosan szerepelnek a község és a környező települések életében, színesítve ezzel a kulturális életet. A néptánc szeretete azóta is megmaradt, 2014-től Farkas Attila vezetésével működik a csoport. A közösségépítés, hagyományőrzés mellett törekszenek arra, hogy a következő generációknak továbbadják tudásukat. Műsorukban somogyi táncok, nyírségi lánytánc és szatmári csárdás látható. Thank you.
Kossuth Népdalkör Egyesület következik, ők Monokról érkeztek hozzánk, monoki szerelmes dalokkal. Felkérem a csoport vezetőjét, Györgyné Újvári Máriát, mutassa be a csoportot. Jó napot kívánok, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, akik itt a közelben vannak, vagy akik a távolabbról hallgatják a műsort. Nagyon sok éve már, hogy szerepelünk az Zempléni Település Szövetség napi alkalmakkor, és mindig nagy örömmel készülünk. A monoki Kossuth Népdalkör, hát most ugye mindenkinek az életében a Covid valamilyen szinten szerepelt, és sajnos nekünk is, hogy nem tudtuk megünnepelni a 25 éves fennállásunkat, úgyhogy lassan már a 26-at fogjuk ünnepelni, úgyhogy már nagykorban, felnőtt korban van a Népdalkör. És a legmagasabb minősítésünk az Arany Páva díj, amelyikre azért nagyon büszkék vagyunk, és folyamatosan törekszünk arra, hogy a magyar népzenét, a kossuthi hagyományokat ápoljuk, és hát ezekből a gyönyörű kincsekből hoztunk önöknek egy pár csokorra valót, és hát aki bármelyik gyönyörű népdalt ismeri, az nyugodtan, bátran énekelje velünk. Az első csokorban egy szerelmes népdalcsokor lesz, a másodikban egy kicsit pikánsabb, viccesebb nóták következnek, úgyhogy érdemes odafigyelni a szövegre. A harmadik, egyben utolsó énekünk, az pedig a Dérini című film egyik betétdala lesz. Thank you.
nincs, meg is volt, meg is lesz a sikor. Nem megyek én tényleg soha, nem leszek ember bolondja, hogy nekem egy ember azt mondja, hogy megver. Olyan nincs, nem is volt, nem is lesz a sikonérka. Nem vettem én bolond bombát, hogy szeressem a kedvéját, sárga lesz ez vicce, egyen meg a fene. Olyan nincs, nem is volt, sárga lesz a pice, elje meg a fene, olyan nincs, nem is volt, nem is lesz a sikonérva. Helyek között, hol a tenger húvigyé, ott laknak ők a törvigyé. Hatalmas fák között, bombaházak vannakuk, és mindig virágok vagyunk. De a törpök élete nem csak játék és mese, hallottál már a gonoszról, a csúf, kapasz, hókusz-pókról. Szegény hókusz-pók mindig mellé fog, és aztán persze mérgesen morog. Jótat a törpapa, ha mi krépi törpilla, ürgyi duli buli okoska. Mi vagyunk a cicikék, mi vagyunk a picikék, a hubikék, törpikék. Eljövök hozzátok, gyertek is feladozunk, és törpapa el is indult a praja palma felé. Lehet az egy kicsi törpike csatlakozhat hozzá, és utánozzátok, amit csinál, nem lesz egyszerű dolgotok. Szegény hókusz-pók mindig mellé fog, aztán persze mérgesen morog. Lótat a törpapa, amit rívi törpilla, ügyi duli buli okoska. Mi vagyunk a cicikék, mi vagyunk a picikék, a hupiki törpiki. Nagyon ügyesek a gyerekek. Bizony, lehet még hozzájuk csatlakozni. A lányok nagyon ügyesen utánozzák a feladatokat, pedig tényleg nincsen könnyű dolguk. Sebesen megy ez a törp vonat. Azaz! Szegény húsz-húk mindig mellé fog, aztán persze mérgesen morog. Lózat a törpapa, amit rívi törpilla, ügyi duli buli okoska. Mi vagyunk az icikék, mi vagyunk a picikék, a hupikék, törpikék! Juhú, de ügyesek voltak, hogy tapsoljuk meg a kis törpikéket, hogy milyen ügyesek voltak. Hát én már látom, hogy itt nagyon jó kis tengeri hangulat lesz. Nagyon jó! Nagyon szuper! Szerintem a dalt is fogjátok ismerni.
Indulhatunk is, és nagyon-nagyon sok buborékot szeretnénk látni itt mindenütt. Gyertek, gyertek, srácok! Aki tudja a dalt, énekelhet idelünk. Hidar mindig zöldet, Tomás kizimberünk. Te álmodás virágról, a földi jó víz. Tudj ezt a bébiléket, a tenger pedig új szív. Új csodás hitend az élet, a minden csodát elvíz. Hidat a víz, hidat a víz. Van egy labda, egy csörgős, tűzforró kis labda. Nagyon forró ez a labda, jújjújjújjújjújj, megégeti a kezed. Amit kézről kézre fogunk adni, jó? Egyik kézről a másik kézre jár a labda. Annyira forró, hogy nagyon gyorsan kell átadni a másik gyereknek, mert különben megég a kezed, leég a tenyered, jó? Jó? És hogy ne legyen ilyen nagyon egyszerű a dolgunk, közben majd megy egy zene, amit szerintem mindenki ismerni fog. A Madagaszkárból a Riszállom úgyis ismeritek, ugye? Hát mit kell a számra, mit lehet erre a számra csinálni? Hát el is mondják, hogy riszálni, ugye? Riszálni és bulizni egy jó nagyon. Úgyhogy egy nagyon bulizunk és táncolunk, közben pedig adogatjuk a labdát. Amikor a zene megáll, és akinek a kezében marad akkor a labda, kap egy kvíz kérdést Verától, és azt kell megválaszolni. De ti olyan ügyesen tudtátok eddig az összes választ, hogy én azt gondolom, hogy senkinek nem lesz ezzel probléma. Az biztos. Indulhatunk. Oké? Lehet ám nekik drukkolni odakint, akik kimaradtak? Indulhat a zene és a labda is. Figyeljetek, és bulizni is kell, ugye? Azaz, gyorsan, 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 gy
Téged? Vivi. Akkor kérünk egy nagyon jó kis kérdést, Lina. Ismered az Anna és Peti című könyvet? Ú, de jó. Akkor tudod-e, hogy hogy hívják Anna és Peti kis testvérét? Anna, Peti. Gergő. Gergő! Tapsoljuk meg! Ügyes voltál! Megyek! Egy nevet kérek! Levente! Levente! Egy komoly kérdést kérünk a komoly fiatalembernek. A Dzsungel könyvét ismered? Igen. Maugli barátai közül szeretnénk kettőt, ha mondanál, akik ott vele vannak a dzsungel. Balú? Ő milyen állat a Balú? Medve. Medve, igen, köszönjük. És Bagira. Bagira, és ő milyen állat? Ezt tudod-e? Milyen színű? Párduc, bizony. Tapsoljuk meg Leventét is, nagyon ügyes volt. Sorolj fel három hercegnőt. Hamika Kőke. Igen. Elsa. Igen. Anna. Ah, jó, ma meg is van. Ügyes volt, hát tapsoljuk meg. Ügyesek voltak. Mehet tovább. Mehet tovább. Gyurje, hol a legnagyobb király. Vessék fölögni, harogni, hajlandó. Aranyhaj megvan? Aranyhaj, oké. Okay. Milyen állat az ő barátja, aki rászokott mászni a testére? Pók, dehogy pók már, ne beszélj zöldségeket. Na, milyen színű ez az állat, tudjátok-e? Zöld. Na, segítenek neked, zöld színű ez az állat. Csak zöld színű tud lenni? Nem. Kaméleon! Ez az, köszönjük a segítséget a többieknek! És ez az igazi csapat! És aztán jöhet a nagy lemur lamur! Oké? Hoppá, hoppá, hoppá! Na? Egy nevet kérek? Levi. Levi! Akkor neked pedig Levi, te is Levi vagy? Ja, két Levi egymás mellett. Levi, Levi. Kicsi a világ, ugye? Akkor neked pedig három szuperhőst kellene felsorolni, hogy... Igen, Batman és Robin, igaz az öt társadalmat? Oké, szuper, nagyon jó, köszönjük! Te vagy a csúcs, és a gyártom magi, megadod a kedvem, mint a kiket, te vagy a csúcs, és a gyártom magi. Na, kérdezzük meg, hogy hogy hívják. Szia, hogy hívják? Más a nevem! Na, akkor egy ilyen bátor kérdést kérünk. Bogyó és Babócát ismered? Aha. Na, hogy hívják a méhecskét a Bogyó és Babó? Baltazár! Baltazár! Tapsoljuk meg! Ügyes voltál! Tényleg nagyon okosak vagy! Nem lehet rajtuk tudni! Mackóban azt az állatot, ami nagyon szeret ugrálni. Tigris! Bizony, ügyes voltál! Ügyes vagy! Én tovább. Szerintem legyen egy utolsó kérdés! Jó, rendben! Jó? Mi? Nyomtott is! Neked meg a papodat, a nyújtkát is vehet a csó! Mi? Mert azt is! A kiteszed a cicillet, a szang, ezt is vehet a tánc! Mi? Szerintem hagyjuk oda, jó? Egy nevet kérek! Anna! Annának egy utolsó kérdés! Anna, a minyonokat ismered? És hány szemük lehet a minyonoknak? Érdekes kérdés, igaz? Hány szemük lehet? Hát például nekünk hány szemünk van? Annyi biztos, hogy lehet nekik, így van, és még van másféle minyon is, akinek más milyen, más... Hány? Egy szemű is van, egy szemű minyon is van, így van, ügyes voltál, nagyon sok kérünk a gyerekeknek! Ők tudják a tutit itt a dal szerint is, tudom a tutit, igaz? Megmutatták, hogy tudják a tutit, nagyon ügyesek voltatok. Köszönjük szépen!
Nem menjetek messzire, arra gondoltam, hogy csak ide a színpad elé, jó? Mert meg itt játszani fogunk ám természetesen. Bizony. A következő dal talán a szülők jobban fogják ismerni, egy viszonylag régi mese. Igen. Ameddig a gyerkőcök biztonságban leérnek a színpadról. Ó, hát már itt nagyon gyorsak vagytok. Hát nagyon. Ugye azt mondtuk, hogy nyáron lehetett sétálni, túrázni az erdőben. Igen. Lehetett úszni a tengerben. És hát de a vízparton mit lehet még csinálni? Hát nem csak úszni lehet, mit hanem... Mit lehet csinálni a vízparton? Horgászni! Bizony, te horgásztál már? Igen, és mekkora halat fogtál? Olyan kicsikét? Hát ilyenkor mindenki azt mondja, hogy ekkorát, aztán kiderül csak ilyen picit. És visszaengedted? Vagy megetted? Visszaengedted? Ha jól van. Van egy olyan mese, ahol a halacskák nagyon-nagyon kis huncutok, és mindig a horgásznak... Pórójár. Mindig pórójár szegény horgász, ha nem tudja kifogni a halacskákat. Erről szól ez az egész mesesorozat, amiből most énekelni fogunk nektek, ugye? Ismeritek-e ezt a mesét? Egy horgász bácsi a főszereplő, mindig túljárnak az eszén a halacskák. Van na esetleg a szülők biztos élvezi, vagy ismerik ezt, ezt a... Na melyik lehet? Ott apa tudja, én látom rajta. Kicsoda? Igen. Nagy horgász, hát így van. Horgász, igen. Nem csak a télapó mondja, hogy ho-ho-ho, hanem ez a horgász is. Bizony. Ez egy régi mese, talán a szülők egy picit jobban ismerik, de nem baj, mert akkor most ők is énekelhetnek a gyerekekkel együtt. Indulhatunk is. És közben magyar és a horgász bácsi. Közben ez egy játék. Itt a nyár, ugye komár, ki a víznek szoktál, és így a lépet, akár a tortás, így a nagy ho-ho-ho horgás, hátra nyitkan, puhája, ho-ho-ho-ho-ho, s megint csak ho-ho-ho-ho, majd csali, s egyik korog, az ezzel pedig jól korog, hiszen a csere kiváló sorját, ramasz a nagy ho-ho-ho horgás, város bíri, puhányok, nyomjázok, hagyd öltől a láz. Üretek is sátok gyorsan, hallgassátok, amit most nétek, hallgassátok, amit most nétek, elralul a ho-ho-ho-nagy horgász. És érkezik is hozzánk ez a ho-ho-ho-nagy horgász, mégpedig egy tesztek a kis halacskák. Kivettek a kis halacskák, és az a feladat. Megfogja a békát, az a következő játékban játszik velük tovább, úgyhogy hajrá! Hajrá halacskák, lehet rukolni a halacskáinknak! Hoppá, 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 nem lesz egyszerű, ez se! A nagy ho-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 
nincs a pokokokban, és a rizsen két borog, a kezem pedig jól borog, és csepp a csere, kiválon sorját, ramaszkod a pokokornát. Három híri kuhányok, na olyan sok a gyövő a láz, fületek is hátok gyorsan, hallgassátok, amit most létek, hallgassátok, amit most létek, a kis halacskák jöhetnek fel a színpadra, akik kilettek hova, azaz csak lassan, óvatosan. Halott, hát még számoljuk meg őket. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 darab halott.
voltatok! Nagyon ügyesek voltatok, sőszörnyük a gyerekben! Köszönjük, hogy velünk játszottatok! Tarcalról érkezett hozzánk a tarcali hagyományőrző népdalkör Borsodi, kalotaszegi népdalokkal, budapesti slágerekkel. A csoport vezetője, Györgyné Újvári Mária, oszt meg néhány gondolatot a népdalkörről. Kívánok, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki a közelben fog bennünket hallgatni, és azokat is, akik a távolból fogják figyelni ezeket a csodálatos, gyönyörű, szép népdalokat. A tarcali hagyományőrző népdalkör 2018-ban alakult, és most első alkalom, hogy az Emplényi Település Szövetség napján fel tudunk lépni, ami nekünk nagy öröm, mert még szűke pátriánkban ugyan nagyon-nagyon sok fellépésünk volt, a településen kívül még kevés alkalom volt, hogy megmutatkozhassunk. Ez talán az első ilyen nagyobb, első pár nagyobb alkalmak közé tartozik, úgyhogy itt ezek a fiatal hölgyek, akik el is fogják mondani az első dalban, hogy épp hogy 18 évesek, szerintem nagyon izgatottak, úgyhogy szépen megkérem önöket, hogy bátorítsák a tarcali hagyományőrző népdalkör tagjait egy nagy tapssal. Bye.
vagyok, hogy az úton nem vagyok, a szomszédba ballagok, rózsa mellett hullatok. Az én utam elveszett, én azt keresni megyek, nincsen annak más jegye, szárnyam hegyek felkezdek. Az én kötőm adzagja, csupa piros pántlika, lika-lika pántlika, csupa piros pántlika. Három